Nyilvánvaló, a második félidő az már egyáltalán nem hasonlított egy futballcsapatra. Játékosok nélkül, edző nélkül, tehát egy nagyon-nagyon szomorú játékot játszhattunk. Ilyenkor nekem nyilatkozni kötelességem, ugye? Itt kell lennem. De itt most, aki ebben a vereségben részt vett, annak kus van. Most akkor ezek szerint magára is gondolásosan. Így van, tehát semmit sem mondhatunk, tehát a felelősséget mindenkinek magára kell vállalni, amennyit ebben részt vett, magamnak is minden. Azért hadd jegyezzem meg, hogy 1 méterért állítottak ki. Tehát 1 méterre léptem be a játéktérre. Tehát ez volt igazából a probléma, semmi kommunikációs zavar a játékvezetővel nem volt, hanem ez az 1 méter döntött? Igen. Igen, szerintem az összes elsőosztályú, másodosztályú megye 3-as edzőt ki lehet állítani, aki 1 méterre belép a pályára. Viszont nehéz a helyzet abból a szempontból, hogy nagyon fontos meccsek jönnek a haladásnak. Most ki tudja, hogy majd le tud-e ülni a kispadra, most egy fontos játékost is elveszítettek ezáltal. Miért tudnék? Azért, mert 1 méterre beléptem a játéktérre. Nem akarom megelőlegezni. Akkor már többet tud. Hát ezért, hogy 1 méterre beléptem, és aki egy kicsit is ismer, semmi olyat nem mondtam. Oda mentem, megnéztem, hogy mi volt. 1 méter. Azt mondta a játékvezető, azért menjek a játéktérre, mert 1 méterre beléptem a játéktérre. Sí, yo creo que hoy hemos hecho un partido ofensivamente muy fuerte, hemos estado muy concentrados, muy bien defensivamente. El equipo quiere, el equipo es el inteligente, porque sí que hemos tenido la suerte o la desgracia del equipo contrario de que ha perdido un jugador por una expulsión, pero hasta ese momento ya habíamos ganado 1-0 y habíamos creado como 4 o 5 ocasiones de ganas de gol, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora quedan 7 partidos, poco a poco, ¿sabes? Es importante competir y al final posiblemente mucha gente nos pone la presión y tal, pero el equipo está respondiendo, es inteligente y quedan 7 partidos. Todavía no está hecho, pero ahora solo quedan 7 partidos. Valóban nagyon jól támadtunk a mai mérkőzésen, a támadó játékunk az nagyon jó volt. Volt természetesen azért el kell ismerni ebben egy fajta a mi számunkra szerencsefaktor is, hogy ugye az ellenfél az emberhátrányban játszott. Ez mindenféleképpen változtatott a mérkőzésen, de előtte is rengeteg helyzetet sikerült kidolgoznunk, úgyhogy ez nagyon fontos volt. De lépésről lépésre kell haladnunk, még mérkőzések állnak előttünk, de jó válaszokat adunk a rajtunk lévő teherre, ami a bajnokságot illeti. Az azért érezhető, hogy sok játékos jó értelemben tűzben van a csapatnál, ez látható volt a gólszerzők eloszlásánál is. Que ya parece que muchos jugadores están muy motivados porque también demuestra eso que varios jugadores marcaron hoy. Sí, bueno, están realizando un buen trabajo. Yo creo que desde el primer día que estaban aquí hay que decir que estos jugadores han hecho un trabajo espectacular. Si no fuera así, pues ahora pues no tendríamos 58 puntos, no llevaríamos esa distancia con el segundo, ¿no? Entonces hay muchas veces en la que a lo mejor a los jugadores se les tilda de que no juegan bien, pero ellos están trabajando cada día y están trabajando muy bien. Yo estoy muy contento de los jugadores, desde el primer día. A játékosokkal nagyon-nagyon elégedett mindenki az első naptól kezdve. Mióta ezt a szezont elkezdtük, nagyon keményen dolgozik, nap mint nap az edzéseken azért, hogy ezeket a mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. Persze volt olyan, amikor nem játszottunk ennyire jól, nem ment ennyire jól a játék, ez mindig benne van, de ettől függetlenül akkor is ugyanúgy azt a munkát beletette az egész csapat, minden játékos a felkészülésbe. Most ez igazán látványosra is sikeredett a mai mérkőzésen, mármint ennek az eredménye.